from Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe: Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. And all our subjects, in one form or another, not only to Soviet influence, but to a very high and in some cases increasing measure of control from Moscow. És jöttünk. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Jelenleg Hegykőn tartózkodunk, Soprontól 20 kilométerre. Azért látogattunk el ma ide, mert szerettük volna megnézni az úgynevezett Vasfüggöny emlékhelyet, ami itt található. A hegykői önkormányzat egyébként 2008. júliusában avatta föl ezt az emlékhelyet, és ez a múltnak egy igazán érdekes kis szeletét tartalmazza, az osztrák-magyar határon meghúzódó Vasfüggönynek állít tulajdonképpen emlékhelyet, úgyhogy ezt szeretnénk ma nektek megmutatni. Külön érdekesség egyébként, hogyha már itt vagyunk, elmondom nektek, hogy a Vasfüggöny kifejezést Churchill használta először az 1946-os beszédében, és tőle eredeztethetjük tulajdonképpen ezt a szót. Gyertek, megmutatjuk nektek, mi is található itt. Ez a szakasz többnyire eredeti elemekből áll, teljesen korhűen adja vissza az egykor itt álló 356 km hosszú vasfüggönyt. Természetesen ezzel egy időben megerősítették a magyar-jugoszláv határt is, ott 621 km hosszan betonbunkereket, lövészárkokat, illetve aknamezőket telepítettek, de ugye a vasfüggöny leghíresebb szakaszát, az köztudott, hogy 1961-ben kezdték el építeni, ez volt a berlini fal, ami megakadályozta, hogy Kelet-Berlinből Nyugat-Berlinbe szökjenek a németek. Viszont a vasfüggöny története az nem itt kezdődik, már 1948-ban elkezdték a határ megerősítését itt Magyarországon. Ekkor faoszlopok közé tüskés drótokat feszítettek, illetve mellé aknákat telepítettek, és ez a védelmi rendszer volt az, 8 éven keresztül azt szolgálta, hogy ne lehessen Ausztriába szökni a magyaroknak. Egy politikai enyhülés hatására 1955-ben úgy döntöttek, hogy ezt levontják, felszedik az aknákat, és ez 56. október 20-áig be is fejeződött. Ezt követően 300 ezer embernek sikerült illegálisan Ausztriába szöknie. A forradalom leverését követően sajnálatos módon ismételten kiéleződött a helyzetünk a nyugattal, ezért a kormány döntése alapján a határzár ismételten megépítésre került. Kettő darab párhuzamos kerítést építettek egymás mellé, illetve ezek közé 800 ezer aknát telepítettek. 1964-ben azonban a kormány úgy döntött, hogy az aknákat felszedetik, ennek semmi más oka nem volt, mint az, hogy nem működtek a funkciójuknak megfelelően. Volt, hogy éppen robbanniuk kellett volna az aknáknak, és nem robbantak, vagy felrobbantak. Alkalomattán az eső is kimosta őket, illetve ami nagyon szomorú,
hogy több halálos, illetve több csonkolásos balesetet is okoztak ezek az aknák, tulajdonképpen ez vezetett a felszámolásukhoz. Ekkor a korszerű szovjet S-100-as jelzőrendszert kezdték el betelepíteni Magyarországra. Az abból állt, hogy a dróton keresztül áramot vezettek, és hogyha valaki ezt átvágta, vagy csak hozzáért, akkor rögtön jelzett a legközelebbi őrsön. És még fontos tudni, hogy ezt nem közvetlenül a határra építették, hanem attól 500-2000 méterrel beljebb, így amikor jelzett az őrségen ez a berendezés, akkor még volt idejük elkapni a határszegőt. 1989. februárjában döntött úgy a kormány, hogy ezt megszünteti, mivel akkorra ez már elavulttá vált. Ez főként azt jelentette, hogy az esetek kétharmadában állatok aktiválták a berendezést, és az emberek arról sem tudtak, hogy akkoriban ki kellett kapcsolni az egész berendezést vihar közben, és ekkor csak és kizárólag a határőrök pásztázták a környéket. A felújítása pedig 100 millió forintot is elérte volna, mivel paradox módon nyugatról kellett volna behozni ugye a rozsda álló drótokat. Ugye ez nem történt meg, ezért döntött úgy a kormány, hogy akkor ezt megszünteti. Nyilván akkor még nem tudták, hogy nem sokára amúgy sem lesz szükség rá. A vasfüggöny utolsó áldozata sajnálatos módon hazánkhoz kötődik, mégpedig 1989. augusztusában egy német állampolgár családjával, Kurt Werner Schulz. Mikor is úgy döntött, hogy a páneurópai piknikről érkező jó hírek hatására átmegy a magyar-osztrák határon. Ez sajnálatos módon tévedésnek bizonyult, ugyanis tulakodásba keveredett egy ott járőröző határőrrel, akinek a fegyvere vagy véletlenül, vagy szándékosan elsült, ami végül is Schulz halálához vezetett. Az esetről két film is készült, a 2006-os határeset és a 2011-ben debütáló Póker ám Todeszcaon. Die Grenzen zu öffnen. Some of the GDR the citizens will die here. Utóbbi érdekessége, hogy az akkori kormányfő Németh Miklós bocsánatot kér az áldozat özvegyétől. The unthinkable. We are opening up. Szomorú története ez Európának, de mindenképpen fontos emlékezni. Már csak azért is, hogy mindez ne történhessen újra meg. És hogyha erre jártok, akkor semmiképp ne hagyjátok ki, mert ilyen emlékhelyet máshol nem látható. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Most megpróbálunk megkeresni egy ládát, ami itt található a hegykői emlékműnél. Akkor szerintem vágjunk is bele. Így van. Szerencsére manapság már szabadon lehet geocachingezni ezen a területen, úgyhogy ezt is tegyétek meg. Fontos egy kicsit pozitívabb irányba is elmenni. Sziasztok! Sziasztok!